A dzsungelkönyve. Valahol az indiai dzsungel mélyén történt régen, amikor még az őserdők békét semmi sem háborgatta. Itt élt Bagira, a párduc, aki minden reggel lesétált a folyóhoz megnézni napfelkeltét. Egyszer, amikor a folyópartján sétálgatott, éles szeme különös dolgon akadt meg. A víz egy félig elsüllyedt csónakot sodort magával, melyben egy kosár hevert. A kosárban egy furcsa élőlény mocorgott. Amikor Bagira közelebbről is szemügyre vette, még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Egy csecsemő szundikált benne békésen. Most mihez kezdjek ezzel a kis deddel? Morfondírozott magában. Egyszer csak eszébe jutott, hogy lakik egy farkas család a közelben, akik szívesen fogadnak örökbe árva farkaskölyköket. Így aztán Bagira olyan helyre vitte a kosarat, ahol biztos volt abban, hogy a farkasok rátalálnak. Nem is kellett sokáig várnia, a farkasok megtalálták a kosarat, és rögtön magukhoz is vették a kicsiny gyermeket. A farkasok Maulinak nevezték el a kisfiút. Ahogy a kisdet cseperedett, egyre több ismeretet szert a dzsungelben. Megtanult például az állatok nyelvén beszélni, és remek farkas vált belőle. Úgy szaladt, és úgy vakarta a fülét, akár a farkasok, és ugyanúgy hempergett a porban, mint a többi farkaskölyök. Ám Mowgli boldogsága nem sokáig volt ilyen felhőtlen. Meghallotta ugyanis sírkán a tigris, hogy egy emberkölyök él a dzsungelben. Ettől aztán féktelen hangra gerjedt, és elhatározta, hogy elpusztítja őt. Végre most bosszút állhatok az emberen, sziszegte a fogai közt, és arra a vadászra gondolt, aki őt korábban puskájával megsebesítette. Amikor sírkánterve a farkasok fülébe jutott, még aznap éjszaka megbeszélésre gyűltek össze Bagirával a nagy sziklán. Sajnálom, de Maulinak egyszer úgy is el kell hagynia bennünket, mondta Bagira. Itt már nincs többé biztonságban. De hová menjen szegény? Kérdezték a farkasok. Visszaviszem oda, ahová való, felelte Bagira. Mauglinak viszont esze ágában sem volt elhagyni a dzsungelt. Most már itt volt az ő otthona. Ám hiába való volt minden ellenkezés, Bagira sokkal erősebb volt Maulinál, így azután Maugli kénytelen volt engedelmeskedni a párducnak. Nem sokkal később már együtt haladtak az erdő zegzugos ösvényeim. Már szinte besötétedett, amikor megálltak, hogy menedéket keressenek maguknak éjszakára. Bagira végül felmászott egy fa ágára, hogy ott töltse az éjszakát. A kimerült Maugli szorosan lebújt mellé, és nyomban álomba is szenderült. Csak hogy még ez a hely sem bizonyult elég biztonságosnak, ugyanis Ká, az óriás kígyó, éppen őt szemelte ki magának vacsorára. A kígyó a fa lombjai között óvatosan egyre közelebb húzott Mauglihoz. Hé, eredj innen! Kiáltotta Maugli a kígyónak, de a kígyó csak gonoszul mosolygott. Ne reszkess! Szólalt meg Ká. Szeretetre méltó kígyó vagyok. A következő pillanatban a kígyó bűvölni kezdte Maulit, hogy a tekintetével elkábítsa őt. Mauli minden akarata ellenére sem bírta levenni a szemét Káról, és hamarosan különös zsibbadást érzett a testében. Szerencsére Mauli hangjára Bagira is felébredt, és olyat csapott Ká nyúlánk alakjára, hogy az majd leesett a fáról. Több se kellett Kának, egy pillanat alatt bekúszott a lombok közé, és eltűrt a sűrűben. Szemtelen dolog megzavarni valakit vacsorázás közben. Sziszegte bosszúsan magában. Most már te is beláthatod, Mauli, hogy a dzsungel túlságosan veszélyes számodra, mondta Bagira. Először sírkán akart megenni, most meg Ká. A sajátjaiddal kell együtt élned. Ezért, amint a nap a horizont fölé emelkedik, indulunk tovább a falu felé. Mauglinak azonban egyetlen porcikája sem kívánta, hogy az emberek között éljen, így aztán fogta magát, és mielőtt Bagira felébredt volna, lemászott a fáról, és kereket oldott. Egyszer csak azonban különös hang ütötte maga fülét. Dib dab dubbi subi dubi du, akkor jó a medve, ha vidám a kedve. Balu a vidám medve volt az, és éppen reggeli nótáját dudorázta fennhangom. Balú és Maugli hamar összebarátkoztak. Balúnak első dolga volt, hogy újdonsült barátját megtanítsa medvetáncot járni, aztán megtanított őt a medve brummogásra, majd pedig vadászni.
A két jó barát remekül szórakozott együtt. Egyszer aztán, amikor Maugli és Balú éppen gyanútlanul libuckoltak a folyó hús vizében, néhány csodálkozó majomfej bukkant elő a sűrűből. Nagyokat pislogtak ámulatokban, mert még soha azelőtt nem láttak emberkölyköt. Még mielőtt Maugli bármit is észrevehetett volna, apró szőrös kezecskék ragadták meg. Kiemelték a vízből, és fölcipelték a fa tetejére. A majmok, Mauglit, a királyuk, Lajcsi kelejjelé vezették, hogy neki is bemutassák ezt a még soha nem látott különös szerzetet. – Nézd, mit találtunk! – kiabálták a majmok egymást túlhansogva. – Há! – szólt töprengve a király. – Majdnem úgy néz ki, mint egy majomkölyök. – De én nem vagyok majomkölyök! – tiltakozott Maugli. – Én emberkölyök vagyok! Lajcsi király erre néhány banánt Maugli szájába tömött. – Most már te is majom vagy! – kiáltotta. – És ezt meg kell ünnepelni! Az összes majom üdvigargásba tölt ki, és nem telt bele egy perc, mindenki már is vad mulatozásba kezdett. Természetesen ez alatt az idő alatt Balú sem maradt tétlen. Azonnal az emberlablók nyomába szegődött. Amikor meglátta, hová viszik az emberkölyköt, gyorsan kerített egy majomjelmezt, és beállt a mulatozók közé. Az volt Balú terve ugyanis, hogy a jelmez mögé rejtőzve, észrevétlenül kicsempészi Mauglit. Köszönöm, hogy megmentettél, hálálkozott Maugli Balúnak. Azt akarták, hogy majom legyen belőle, de én inkább medve akarok lenni. De te nem lehetsz medve, Maugli, mondta Balú szomorúan. Te egy emberkölyök vagy, és a dzsungel nem biztonságos hely számodra. Vissza kellene menned, ahová tartozol. Áh! Legyintett Maugli. Mind csak ugyanazt hajtogatjátok. Eredj haza, eredj haza. Bagira is csak ezt mondja folyton. Nem értitek meg, hogy a dzsungel az én otthonom? Különben is tudok magamra vigyázni. Aztán futásra kerett, és rövidesen elnyerte a sűrű erdő. Futott a makacs fiú, nem is sejtve, milyen váratlan találkozásban lesz rövidesen része. Hallatszott a sűrűből a fenyegető morgás. Mauglinak ijedtében fölbegyökerezett a lába, és a következő pillanatban már sírkán álltott vele szemben. Ezt nevezem kiszolgálásnak. Házhoz jön a reggelim, mondta fenyegetően sírkán. Tudod, sírkán, én egyáltalán nem félek tőled, szólalt meg Maugli, összeszedve minden bátorságát. De hisz az nem lehet, tőlem mindenki fél, vont össze a szemöldökét sírkán kissé meglepetten. Az meg lehet, de én akkor sem félek tőled egy cseppet sem, erősködött Maugli. Na jó, kipróbáljuk, mondta erre a tigris. Számolok tízig, ez alatt bújj el, de figyelmeztetlek, hogy előlem még senki nem tudott elrejtőzni, mondta, és nyomban számolni kezdett. Persze sírkán Mauglit is könnyedén megtalálta, már éppen készült, hogy rávesse magát, amikor Maugli segítségre sietett. Gyorsan megragadta a tigris farkát, és húzni kezdte, ahogy csak bírta. Sírkán megfordult, hogy rátámadjon Balúra, ám ebben a pillanatban a villám belecsapott egy közeli fába. Erre aztán a tigris minden porcikájában remegni kezdett. Egyetlen dolog volt, amit olyan rettentően félt. A tűztől. Amint Maugli észrevette a rémületet a tigris szemében, gyorsan felkapott egy égő faágat, és sírkán farkához kötötte. Sírkán pedig hanyat homlok menekülni kezdett ilyettében. Nem sokára Bagira is megérkezett, és nagyon örült, hogy épségben rátalált a kis szökevényre. Úgy örülök, hogy nem esett bántódásod, mondta Maugli barátjának Balúnak, és szorosan átölelte a medvét. Maugli újra megpróbált elmagyarázni barátainak, miért szökött el előlük. A dzsungel az én otthonom, és nem akarok emberek közé menni, hajtogatta. Sokáig beszélgettek még, majd amikor mindjárt elfáradtak, lefeküdtek egymás mellé, és álomba szenderültek. Másnap aztán tovább folytották a beszélgetést. Maugli végül belátta, hogy a dzsungel túlságosan veszélyes hely egy emberkölyök számára. Így aztán felkerekedtek, és elindultak a faluk irányába. Ahogy a folyó mentén baktattak, egyszer csak énekszóra lettek figyelmesek. Óvatosan közelebb lopóztak, és látták, amint egy kislány vizet mer, és közben gyönyörűen énekel. Ez egy emberkölyök lány, állapította meg Bagira.
Jé, és mennyire hasonlít hozzám? Álmélkodott Maugli. Megyek és segítek neki, kiáltotta Maugli. A kislány megfordult az ajt hallatán, Maugli elmutogatta, hogy majd ő segít neki vizet hordani. Köszönöm, mondta a kislány, és rámosolygott a fiúra. Alig telt el néhány perc, és a két kis emberkölyök hangosan kacarászva hordta vizet a falu felé. Nos, Balu, azt hiszem, beletelik egy kis időbe, még újra látjuk Mauglit, mondta Bagira szomorkodva. Akárhogy is. Csak egy ember volt, sóhajtott Balu. Pedig micsoda medve várhatott volna belőle? Aztán sarkon fordultak, és elnyelte őket a dzsungel.